köszöntöm a nézőket. A köztérben adásról adásra az egyes választókörzetek képviselői mutatkoznak be, és egy kicsit jobban megismerhetjük a választókörzeteket itt Székesfehérváron. A mai adásban a vendégem Kovács Zsoltné, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Első ciklusát tölti, mint önkormányzati képviselő, most már azért, hát sok idő azért azt gondolom, hogy eltelt azóta, hogy megválasztották. Hogyan érzi magát ebben a politikus szerepben? Hát úgy kezdődött az én történetem, hogy polgármester úr és alpolgármester úr kért fel erre a nemes feladatra. Én nagyon örültem neki, viszont kértem pár nap gondolkodási időt a válaszadásom előtt, amit szerintem nem tettem rosszul, de kicsit túl gondoltam a dolgokat, és onnantól elkezdtem nagyon izgulni a képviselőségi munka miatt. Ennek a képviselőségnek az én számomra két oldala van. Az egyik az, amit nagyon-nagyon szeretek, az embereknek a segítése, a programszervezések, mindenféle olyan feladat, amiben a kicsit a szervezkedéseink vannak, akkor egy picit pénzköltés is, ugye. A másik oldala pedig, ami nekem egy kicsit negatív, az a közszereplés. Pont ez miatt egy kicsit nehezen is vállaltam el aztán a gondolkodás után ezt a feladatot. Nagyon féltem a kampánytól, attól tényleg nagyon-nagyon féltem. Nem annyira áll közel még hozzám a fotózkodás, meg mondjuk az itteni szereplésem a mai nap, ettől is azért az ember azért kicsit izgul. Tehát még tanulom. Tehát ez az a rész a képviselőségnek, amit úgy érzem, hogy azért még tanulom. Mi az, amit előtte csinált? Mi foglalkozott előtte, mielőtt önkormányzati képviselő? Három gyermek édesanyja vagyok, úgyhogy elég sokáig főállású anya voltam, de előtte bankszektorban dolgoztam, meg tanítónőként is. Mennyire ismeri, vagy ismerte azt a körzetet, amit ugye most önkormányzati képviselőként ellát? Ismertem, jól ismertem. 17 éves korom még itt nevelkedtem, a Mikeskelemen utcában, ugye az határos egyből a Manc János lakóteleppel, de amikor megszülettek a gyerekeim, akkor még mindig itt sétáltunk a belvárosban, én is belvárosban élek mai napig. A Csónakázótó volt a kedvenc részeink, az Icsiliget, pont az a rész, ahol most képviselő vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, hogy pont ez a körzet lett az enyém. Ebben a körzetben, ahol ön most a ciklusát tölti önkormányzati képviselőként is, már számos fejlődés történt, de az elmúlt időszakban is azért történtek fejlesztések, fejlődés. Mik voltak ezek? Vannak kisebb fejlesztések a körzetemben, és vannak ugye a nagyobbak, hála Istennek, hogy azok is szerepeltek most ebben az egy évben. A kisebb fejlesztések azokról tudni kell, hogy általában a lakosság kéri. És tényleg olyan picikre is gondolhatunk, mint a padoknak, az asztaloknak a lefestése, biciklitároló kihelyezése, szemetes kukák kihelyezése. És ez is nagyon fontos feladatnak tartom én, mert ezzel is a lakókat képviselem. Viszont voltak, akkor már egy kicsikét, ha tovább megyünk, akkor voltak játszóterek fejlesztései, akit megemlíteném az Ibli lakótelepnél, szerintem egy nagyon szép kis játszóteret álmodtak meg a városgondnokság emberei, és tényleg a kisgyerekek mindent felelnek, kis labirintustól, kis mászóka, kis hinták, minden megtalálható ott, és sövénnyel ültettük körbe. Épp azért, hogy egy kicsikét legyen egy zöld hangulata is a lakótelepnek, és ez miatt pedig a gyerekek meg nem tudnak kifutni az úttestre. És szerintem nagyon-nagyon szép lett, és mellette az utat is felújítottuk, mert ott azért elég rossz állapotban volt. Ha egy nagyobb esőt kapott, akkor egy babakocsival ott már nem lehetett keresztül menni, úgyhogy annak is nagyon örülök, hogy elkészült. Amire nagyon büszke vagyok, az a, hogy szeptemberben már el meg tudtuk csinálni a Kígyó utcában egy murvás parkolót, egy 26 beállásos parkoló. Ezt is a lakók kezdeményezték, de elég jól körbe jártuk ezt a témát. Napokig jártam a kolléganőmmel a lakásokat. Azért mégis fel tudjuk mérni, hogy az emberek tényleg mennyire szeretnék. Mert lehet, hogy 8-9 ember egy ilyen utcafórumon szeretné, de ez nem biztos, hogy lefedi ugye azt a lakó réteget, ami a Kígyó utcában van. Viszont itt taposom is itt él, úgyhogy azért nagyjából tisztában voltam a parkolási nehézségekkel a Kígyó utcában, de azért tényleg lelkismeretesen végigjártuk,
és nagyon nagy arányban volt az igen szavazatok, hogy szeretnék, úgyhogy ez szeptemberben el is készült. Úgy, hogy a fák védelmében készült a parkoló, tehát a gyönyörű platán fákhoz egyáltalán nem nyúltunk hozzá, sőt, inkább most növényeket fogunk körbe telepíteni, még jobban egy kicsikét zöldeljen ott az a rész. A következő, a beruházás, az például ugyanez a parkoló a Semmelweis utcában szeretnénk megvalósítani. Itt is hozzá kell tennem, hogy lakossági kérésre, de én előtte már szemeztem ebből a résszel, mert ez a tüdőgondozóval szemben van egy kicsit elhanyagolt játszótér. Tehát itt ott voltak egy-egy kis régebbi elemek, de azt láttam, hogy szerintem alkalmas lenne erre, és én akárhányszor ott sétáltam a Semmelweisen, viszont tényleg tartozatlan a parkolási nehézségek miatt a dolog, és reggelente ott a tüdőgondozónál, a Rákóczi iskola miatt is egyszerűen nem tudnak az autók, csak a járdára állnak, és én örültem, hogy ez miatt a lakók megkerestek, egy kicsikét így összecsengett a kettőnknek, amit szeretnénk, és ott is már el is indult a tervezése, viszont ez egy nagyobb beruházás lesz, mert ott egy közműcsere is lesz ott azon a részen, és viszont a parkoló mögött lesz egy játszótér, tehát annak nagyon-nagyon örülök, hogy nem lesz megszüntetve a játszótér, hanem azt egy kicsikét hátrébb fogjuk helyezni, és az első részen körülbelül egy 30 autó fog tudni beállni, és a játszótér pedig meg fog újulni, és egy bekerített játszótér lesz, épp az miatt ugye, hogy mellette egy parkoló lesz. Itt is körbejártuk a lakókat, és természetesen van olyan, aki nem szeretné, de sokkal nagyobb arányban itt is szeretnék. Aki nem szeretné, azokat is nagyon megértem, mert nagyon-nagyon szeretnék minél több zöld területet, legszívesebben ligeteket csinálni. Állandóan ligeteket, zöldeket, tényleg ez nagyon-nagyon álmom ez, hogy ezeket meg tudjam valósítani, de a mai világban egyszerűen ez nem annyira megy. Sokszor hallom panasznak, hogy hibás vagyok abban, hogy az autókat inkább bevonzom a belvárosba, mint hogy a kültéren hagynánk, de nem azt a világot éljük. Tehát addig, amíg mindenki a saját lépcsőháza előtt szeretne leparkolni, addig, amíg a gyerekeket a szülők az iskola bejáratánál teszik ki, addig ez sajnos nem lesz. De nagyon reményeim szerint egy szeptemberben el fog indulni ez a beruházás. És tényleg azért egy családban már nem csak egy autó, hanem akár több is van, hát igen, és úgy, ahogy bizony. Mondja, hogy azért szeretünk mondjuk az iskola előtt megállni, és ott kitenni a gyermekünket. Hát igen, és ugye amikor ezeket a 10 emeletes házakat építették, akkor azért én is a gyerekkoromból emlékszem, hogy azért nagyon kevés családnak volt autója. Most pedig már 2 autó, de ha még mellette hozzátesszük a vállalati autót, akkor mellett, hogy épp 3 autó van egy családnál, és kinőtte ez a város, kinőtte. És a parkolóházakban meg nem mennek el annyira az emberek, azt tapasztalom. Tehát ott már menni kéne pár métert, és azt nem teszik meg. Igen, meg azért a parkolóház mondjuk nem mondjuk az iskola, mert mondjuk a Rákóczi igen. mellett van például. Ha már így az iskoláknál is tartunk, ugye az iskolák területén is azért vannak fejlesztések. Az Arany János iskola például szép külsőt kapott. Hát az Arany János iskola az gyönyörület, annak nagyon-nagyon örülök. Az 1928-ban épült azért az intézmény. Régebben ez egy ilyen téli gazdasági iskola volt, utána a II. Világháborúban katonai kórház volt, és 50-es években pedig az orosz gyerekek tanultak ebben az intézményben, és most pedig az Arany János általános iskolában egész pici kortól 23 éves korig tanulnak a gyermekek. Csodálatos gyerekek járnak ide, csodálatos pedagógiai karral. 2020. decemberében, amikor még elmehettem egy karácsonyi műsorra, és láttam ezeknek a gyerekeknek a műsorát, teljesen elhűltem, hogy amennyi szeretetet, amennyi gyönyörűséget adtak ezek a gyerekek abba az egy órába, ez fantasztikus volt, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ez az iskola tényleg most egy méltó képet kap, és tényleg régebben is voltak kisebb beruházások, de ez a mostani tervszerű beruházás azért ez most kezdődött el, és ez egy 600 milliós beruházás, amit az önkormányzat is támogat, és a 3 ütemben valósul meg.
Az első ütemben azt már láttuk, hogy a homlokzat hőgyönyörület azért eddig ez a szürke, komor, városképhez nem illő színe volt az iskolának, és az teljes tető szerkezet lecserélésre került. A második ütemben most teljesen az energetika fog megújulni, és az összes víz- és villanyhálózat kicserélésre kerül, és a harmadik ütemben fog megvalósítani a nyilászároknak a kicserélése. Akkor ezeknek az ütemeknek, tehát a másodiknak és a harmadiknak még nem tudjuk, hogy mikorra, de majd valamikor akkor elkezdődik. A második elkezdődött. Ja, az már akkor az első befejeződött, és folyamatosan most a második már elkezdődik. Ha már az oktatás, akkor a második Rákóczi Ferenc általános iskolában is egy okostanteremmel bővülhetett mondjuk ez az intézmény. Mit lehet tudni erről az okostanteremről? Az okostanteremről azt tudjuk, hogy az Alkornik cég, alapítvány és az Alba Innovár élményközpont az önkormányzat és a tankerület összefogásával készült el ez az okos tanterem. A második a városban, az első ugye a Szénatéri Általános Iskolában van, és most a második Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Ez egy 21. századi tanterem már, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha tényleg minél több iskola megkapná ezt az okos tantermet, és minél hamarabb, mert szerintem ezt a gyerekek nagyon-nagyon fogják szeretni, és tényleg az alaptanterbe is a szövegértéstől kezdve a fogalom megismerésen keresztül nagyon fogja a gyerekeknek segíteni a tanulását, és nem csak a gyerekeknek, hanem reményeink szerint a pedagógusoknak is. Nem kevés kihívással azért a pedagógusoknak, lássuk be, de ahogy megismerik, egyre jobban szeretik és használják. Igen, de ugye a mai korban már azért ez hozzátartozik az életünkhöz, mondjuk a digitális tudás, illetve annak a fejlesztés. Bizony, az már elengedhetetlen. Segíteni. Még mindig maradunk az oktatásnál, hiszen a Liget soron a Vörös Marti Mihály Általános Iskolának a torna terme újulhatott meg. Milyen forrásokból is fontosan? A Vörös Marti Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az önkormányzat közös beruházása. Nagyon örültünk neki, azért egy régi, tudjuk, egy nagyon régi általános iskola, aki nagyon sok sportembert nevelt ki. Nem is akarok neveket mondani, csak egyet legalább a Szoboszlai Dominiknak, aki tényleg elviszi a városunk hírnevét, és nem csak a városunkét, hanem az országunkét is, úgyhogy nagyon boldog vagyok tényleg, hogy ebbe az iskolába járt. Itt annyit kell tudni, hogy a nyílászárok lettek kicserélve, a régebbi fém ablakok lettek cserélve új, modern műanyag ablakokkal, amit a szellőztetés megkönnyítésére rászereltek egy motorikus kis rendszert, és avval tudják a szellőztetést könnyebben megvalósítani. A padlózat lett kicserélve, ahogy felszették, akkor tettek utána egy egyenlet kisimítást, tehát nem, annyira nem értek ezekhez a szakszavakhoz, de hogy ugye sima felületet kapjon, és arra került rá egy 6 mm-es sport rész a tanterem aljára. És a felfestés ezután kezdődött, a röplabda, kézilabda, kosárlabda pályáknak és még a teniszpályáknak is a felfestési csíkjai azok meglettek oldva. Két hónapig tartott a felújítás, és utána nagy örömmel fogadták a gyerekek és a pedagógusok a tornatermet. Akkor biztos ez már egy régen várt igény volt, ugye? Nagyon régen, igen. Úgyhogy örültem, hogy pont az én ciklusomban sikerült megvalósítani. Nagyon-nagyon szeretem ezt az iskolát, az igazgatónővel is kimondottan jó kapcsolatot ápolok. A Szegfügyő, most akkor az oktatásról egy kicsikét áttérnénk, hogy a Szegfügyula utcai intézmény, ez a egészségügyi intézmény, vagy rendelőintézet megújul, most egy kicsit ott becsukták a kaput, áthelyezték a rendeléseket. Mi történik most? Hát ez az épület is nem mai épület, azért egy 1975-ben épült rendelőről van szó. Itt is ugyanúgy, mint az Arany Jánosnál voltak kisebb kis felújítások, de most megint ez a nagy felújítás, ez szerencsére most valósul meg. Ez egy 538 milliós beruházás, ami 100%-osan az európai pályázat alapján tudjuk megcsinálni. Itt 7 háziorvos volt eddig, 2 fogorvos, és a háziorvosok azok átkerültek a Mészöly Géza utcai rendelőbe,
Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a rendelési idők ugyanabban az időpontban vannak, és ugyanaz a telefonszám, amin tudnak felvenni, tudják felvenni a kapcsolatot a doktor úrral az asszisztenciával. A fogászat, fogszabályozás pedig a köfém rendelőbe mentek át az előző év novemberében. Teljes felújítás van, tehát értem az alapján az ablakok kicserélését, akkor ugyanúgy a villamos hálózat teljes felújítása, akadálymentesítés, és ami nagyon-nagyon örülök, hogy egy lift is bele fog kerülni az épületbe, ezzel is megkönnyítjük a betegeknek a feljutását az emeletre. És bővül, mert a 7 háziorvos mellé 8 fogorvos fog itt dolgozni. Ennek az átadásának az időpontjáról mit lehet tudni? 2022 tavasza, április-május eleje. Tudom, hogy a lakók nagy türelmét szeretnénk kérni, mert nagyon nagy zajjal jár, nagy porral jár, de én úgy értem, hogy a végén azért egy olyan csodát fognak látni, ami szerintem megérte ezt a kis kihagyást, hogy nem oda járnak. És akkor de az a lényeg, hogy végül zavartalan azért működik jó, amennyire igen. A pandémia most ugye engedi, hogy meglátogassuk a házi orvosokat. Azt tudom, hogy azért a zöld felületek kialakítása, a zöldítés ennek azért fontos. Mi a helyzet a Zicsi-ligetre? Milyen tervek vannak a Zicsi-ligetre vonatkozóan? Hát az én részemnél ugye sok park van, Kisliget. Nagyon örülök, akkor még nem voltam képviselő, de nagyon örülök, hogy a harmadik Béla tér nagyon szépen megújult 2019-ben rengeteg növénnyel, fával kiegészítve. Nagyon örülök a Jávor Ottó térnek, ugye nagyon sok pénz az önkormányzat beletett, hogy ilyen gyönyörű teret kapjunk, ugye mészkő burkolatokkal, mészkő padokkal, több ezer cserjével, 14 fával, és ami nagyon-nagyon tetszik, hogy ugye ez egy ilyen születendő park nevű, ugye, hogy annyi fát ültetnek minden évben, amikor a gyerekek megszületnek, tulajdonképpen ezt jelképezi minden évben egy-egy fa ültetése. Nagyon örülök, gyönyörű lett szerintem a Jávor Ottó tér. Nagyon-nagyon reménykedek, hogy ahogy megyünk a tó fele, a körzeten fele, úgy fognak ezek a ligetek szépülni. Én úgy értem, hogy az Zicsi-ligettel van a legnagyobb gond a kertészeknek is, meg így az önkormányzatnak is. Nagyon-nagyon régi fák vannak, ahogy kiöregednek, korhadnak, azonban most is újítjuk a facsemetékkel a ligetet, de ott valaminek el kell kezdődni, hogy én úgy érzem, hogy az méltó helyre kerüljön ez a liget. És ahogy megyek attól felé, hogy ott van a Rózsaliget, hát ott már nagyon kértem a polgármester urat, hogy gondolkodjunk nagyon ezen közösen, mert nem szép látvány mutat számomra. Lehet, hogy másnak nagyon szép, én most úgy érzem, hogy egy kicsit már régi tövek, rózsatövek vannak, azokat szeretném fiatalítani. Nagyon szeretném, hogyha a kút és a híd között lenne végre egy ilyen bekötőút, ahol ugye nem a sárba mennek az emberek, azért elég nagy forgalmat, az átmenő forgalom, az az Edreskerti lakók, ahogy azt tapasztaltam, hogy onnan járnak Rózsaligeten keresztül, és azért a belvárosban van ez a liget, úgyhogy én szeretném, hogyha egy méltó szép ligetet kapnánk. A régi korhű Rózsaligetet kéne visszaállítanunk, nagyon örülnék, és nagyon nagy örömömre a bejárásnál polgármester úr mosolygott, de akkor az már azt jelenti nálam, hogy elindul valami talán. Nem azt mondom, hogy most, mert azért ez a pandémia azért nagyon keresztül húzta a számításunkat, de reménykedünk benne, hogy azért ez gyorsan megoldódik, és akkor a gazdaság is gyorsan beindul, és akkor minden olyan látványosan nálunk is a városnál. Igen, azért is reménykedek benne. Ha már itt a Rózsaligetnél tartunk, akkor azért ott a Csónakázótó környékét egy kicsit, hát egy ilyen kis hangulatos részét tették az ön kezdeményezése alapján, ugye így tél végén vagy karácsony környékén. Milyen is volt ez a sziget ott és a környék, és miért volt erre szükség ön szerint, hogy legyen egy ilyen hangulatos tér? Van egy ilyen kis elképzelés a fejemben, hogy nagyon szeretném, ha karácsonykor nem csak egy főutcánk lenne, ami gyönyörűen fel van díszítve, de szeretném az embereket egy kicsikét nagyobb sétára bírni, hogy olyan területekre is kisétáljanak, amit nem tettek eddig meg. És nagyon szeretném, hogyha a főutcán, a Zicsi-ligeten, a Rózsa-ligeten keresztül eljutnánk ugye a kis szigethez, a Csónakázótó mellé, és oda álmodtam
én is egy kis adventi díszeket, hogy avval egy picikét kicsalogassuk a lakókat, és nagyon nagy örömömre ez tényleg nagyon pozitívan hatott az emberekre, és nagyon jó érzés volt, amikor ott voltam, és családok mentek ki, kisgyerekek, pedig akkor még csak egy díszem volt kint, de olyan szép látványt nyújtott tényleg, hogy tükröződött a fény ott a tavon, nagyon-nagyon tetszett, és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy nagyon sokan mentek ki, úgyhogy nem fogok több mindent elárulni, csak annyi, hogy szeretnék meglepetéseket még most adventkor is arra a szigetre, azon dolgozom, hogy meg tudjam valósítani. Biztosan akkor az is nagyon tényleg hangulatos. Reméljük, igen. Hangulatos ezt kimondottan a kisgyerekekre szeretnék most összpontosítani. Ó, hát akkor biztos most minden kisgyerekes szülő már várja, hogy arra elsétáljanak majd. Szerintem nem fogják megbánni. Ha már itt a szépítésnél, meg a zöldítésnél tartunk, akkor ugye hát sajnos így a pandémia időszakában kicsit nehezebb a közösségépítés, de ha jól tudom, akkor az ön körzetében sokan vannak, akik például szépítik a környezetet, és ez is egyfajta közösségépítés, én azt gondolom. Igen, ez így van egyébként, és öröm látni, hogy ahogy a kis idősebb emberek gondozzák a kis előkertjüket, és látom az arcukon, hogy nagyon szeretik, és ott jókat beszélgetnek, szépítgetik, nagyon örülnek, hogyha elmennek emberek, és megcsodálják a kertet. Egyetlen egy kis hiányom van, hogy ezt azt látom, hogy inkább az idősebbek. Én tudom, hogy a fiatalok nagyon-nagyon sokat dolgoznak, és inkább az idősebbek vannak otthon, és ők jobban ráérnek. Csak jó lenne, ha ez így át tudnák adni a fiataloknak, hogy ez így tovább vigyék ezeket a gyönyörű kerteket. A körzetem nagyon széles, de mindenhol tudok mondani, ahol vannak ilyen kis kertek. Még panel lakások előtt is gyönyörűek vannak. Manc utcában gyönyörűek vannak, az Ősz utcában, Szedreskertről nem beszélve, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg elindult. Akkor nem is kell ilyen virágosítási versenyeket hirdetni a városon belül, mert hogy ezek a kis csapatok, ezek a kis lakócsoportok azért kertészkednek. Kertészkednek, viszont nagyon szeretik, hogyha megdicsérik őket, és esetleg oklevéllel díjazzuk őket. Én azt látom, hogy látom a csillogást a szemükben, hogyha tényleg viszem az oklevelet, és átadom, és örülnek, és nem ezért csinálják, de ez plusz nekik, és ez még jobban rásegíti arra, hogy gondozzák továbbra a kis kertet. Most sajnos a pandémia egy kicsit közbeszól meg én, de ugye volt még az Csilliketben ez a mesés kiskertek, ami ugye pont a kicsiknek szól, de hogy már az is egyfajta terelése a gyerekeknek, hogy hogyan építsünk, hogyan zöldítsünk, hogyan virágosítsunk. Igen, ebbe a városrészben viszont nem egyszerű egyébként ez a zöldítés, virágosítás. Nagyon jó kezdeményezés volt tényleg az Csilligetben ezeknek a kis fenyőknek az elhelyezése, és a gyerekek örömmel mentek feldíszíteni. Én nagyon-nagyon szeretnék minél több virágot látni. Most a Manc lakótelepre elég nagy virág mennyiséget rendeltem, amiből csinálnak hatalmas kis kertrészt, hogy kinéznek a lakótelepi ablakokról, és szépet, színeset lássanak. Szerintem minden embernek ez egy jó érzés. Nem csak a nőknek, nekünk jó érzés. Szerintem a férfiak is, ha elmennek ilyen mellett, ugyanúgy örülnek, hogyha itt laknak, rácsodálkoznak, és szépét teszi a panelt. Amit még az előtte elfelejtettem mondani, és ezt elég fontosnak tartanám, hogy van egy olyan beruházás, a Mancnál lesz, hogy térfigyelő kamerákat fogunk kitenni. És épp az miatt, hogy ezeket a szép dolgokat, amiket megvalósítunk, azokat ne rongálják meg. A Macnak régen volt egy nagyon jó hangulata, amikor én ott laktam és gyerekeskedtem. Még pár évvel ezelőtt is egy nagyon jó hangulatú lakótelep volt, és az utóbbi években, ezt nem tudom elmondani erről a lakótelepről, sajnos, pedig tényleg egy nagyon jó helyen lévő lakótelep, próbálunk nagyon sok beruházást is odavinni, mégis megnehezítik páran a lakótelepnek az életét, úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy kamerákat fogunk kihelyezni, és hát ha így egy kicsikét kulturáltabb lesz ez a rész. Akkor ennek a tervezése az már nagyjából meg is van, hogy hova fogják kihelyezni ezeket, és mikorra már a közbeszerzés meg volt, az összeg is rendelkezésre áll, ki is mentünk a szakemberekkel, mindent megnéztünk, hova helyezzük ki, én már csak várjuk a jó időt, hogy ez megvalósuljon.
Ugye sok dologról beszéltünk, fejlesztésekről és minden egyébről, ami már volt és ami várható. Ugye ez nyilván hozzátartoznak a lakók is, akik igényekkel jelentkeznek önnél. Most így a pandémia időszakában hogyan tudják elérni önt? Mennyivel nehezebb mondjuk most így a pandémia időszaka alatt a kapcsolattartás? Az egyik része az nagyon rossz a pandémiában, hogy nem tudok fogadóórákat rendszeresen tartani, ugye nem lehet most a járvány miatt, nem tudunk lakossági fórumokat. Azért ez nagyban megnehezíti a helyzetünket. Viszont úgy érzem, hogy a munkám egyáltalán nem állt meg, sőt, mivel az első pillanatok kezdve a telefonszámomat nyilvánosságra hoztam, az e-mail címemet ugyanúgy, úgyhogy most azt vetettük be a lakókkal, hogy ha engem megkeresnek, akkor én elmegyek személyesen, és minden egészségügyi betartás 2 méter távolság, maszk használata mellett, tényleg kikérem, ahogy mit szeretnének, kikérem a véleményüket, átbeszéljük, és ugyanúgy folytatódik a munka. Tehát én nem érzem azt, hogy én leálltam volna a pandémiával, kicsit átrendeződött ez a dolog, úgyhogy azért reménykedünk, hogy a régebbi helyzet minél hamarabb visszáll, de én szerintem ez a személyes találkozásnál nincs jobb. Tehát amikor mindig oda megyek, helyben meg tudom látni a problémákat, és akkor azonnal orvosoljuk is ezt a problémát. És ezeknek a problémáknak a megorvoslása, tehát a maga a tervezés, az most mennyivel nehezebb, hogy hát mint önkormányzati képviselők sem nagyon tudnak így szerintem nagyon kommunikálni, vagy találkozni. Hát a pandémia mindenkinek a helyzetét most megnehezíti, tehát én abban reménykedek, hogy most már nem visszafele nézek, hanem előre. Tehát nem a rég, hogy az egy évvel ezelőtt mi volt, hanem annak is örülök, hogy akkor is történtek beruházások, akkor sem álltak le a munkák, és én már csak előre nézek, és nagyon-nagyon remélem, hogy ezekkel az oltásokkal, bármi miatt, akárhogy is csak alakuljon, és menjünk ebből a rossz helyzetből, és még több munka, még több olyan dolog, amit el szeretnék végezni, amiket megálmodtam, azt meg is tudom valósítani. Tényleg azon vagyok. Akkor így a beszélgetés vége fele azért azt én így leszűrtem most ebben a több mint 20, de most már lassan 30 percben, hogy jól érzi magát ebben a politikus szerepkörben? Nem a politikus szerepkörben érzem jól magam, hanem képviselőként érzem. Tudom, hogy kettő együtt, tehát azt mondják, hogy ez nem igaz, mert aki elvállalja a képviselőséget, az a politikával együtt jár. Igen, vállalva mindig jobboldali családok voltunk, szüleim mindig úgy is neveltek, hogy keresztényként istenhívő, én is így nevelem a férjemmel együtt a gyermekeimet, de nálunk otthon nem kerül annyira szóba a politika, hanem sokkal többet kerül szóba az, hogy aznap kinek tudtam segíteni, hogy aznap milyen feladatot oldottam meg a körzetben. Ez az, amit nagyon szeretek, és ez tényleg nagyon, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem annyira, de igen, nagyon szeretem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. Akkor ezek szerint a honlapon található telefonszámon, e-mail címen elérhetik önt a bármikor, lakuk. Igen, és tényleg, hogyha nem veszem fel a telefont, az nem az van azért, mert nem akarok, hanem azért, mert nem tudok, de mindig vissza szoktam hívni mindenkit, úgyhogy az e-mail címemre is nyugodtan írjanak, és segítünk. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és megismerhettük egy kicsit jobban önt, mint önkormányzati képviselő, és a 2. számú választókörzetet is. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Kovács Zsoltné, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!